Sziasztok, itt a messzi Ausztráliából. A weather nagyon jó, az emberek fantastic, and first benyomás was very beautiful. Sziasztok, megérkeztünk Ausztráliába, az első videó, amit feltöltöttem, azóta eltelt egy hét. Na most ezen az egy héten, ami történt velem dolgok, azokat fogom most megosztani veletek. Az első, amiről beszélni fogok, az nem más, mint a tömegközlekedés. Először is rohadt drága. Van egy, ez az opál kártya, amivel tudunk utazni. Ez nem úgy néz ki, mint otthon egy rendes bérletet diák, hanem erre fel kell tölteni mondjuk 50 dollárt, és akkor azzal az 50 dollárt az ide-oda utazott, tehát utazásonként kell neked fizetni. Szóval elég drága mulatság. Mikor utaztam elsőnek a vonaton, nagyon fura volt, mert feljöttek az emberek reggel, mosolyogtak, köszöntek, good morning everybody, és akkor visszaköszönt az összes. Én mondom, hoppá gyerekek, hol vagyok én? Aztán leült, és akkor elkezdett valaki beszélni, aki történt velem egyszer, hogy jöttem haza a suliból, és mellém leült egy öreg, és vele szemben meg egy fiatalabb emberke, és elkezdtek beszélgetni. Na most én jó európai módjára nézegettem a telefonomat, hallgattam őket, hogy miket beszélnek, de hát semmit nem értettem, mert egyszerűen olyan volt, mintha nem is angolul beszéltek volna. Aztán így hallom, hogy az emberke, mintha nekem beszéljen, aztán ránézek, elnézést, nekem tetszik mondani a dolgokat? És akkor visszamondta nekem, hogy nem, hát a emberhez beszélek velem szembe, csak téged nézek, ha mondom, keep calm, jó, nyugodtan nézegessél. Belefolytam a beszélgetésbe, de hát nem értettem én semmit, csak röhögtem, meg mondtam, hogy yeah, I know that, and I don't know that. Amikor leszálltak, illedelmesen elköszöntek, aztán nézegettem arra fel, amikor mentek, hogy utána nem is érdekelték egymást, csak mentek a maguk útjára, szóval ennyi volt. Tehát ez törődnek egymásra az emberek a vonaton. Szóval, nyelvsuliba járok, iszonyatosan jó, mert amit otthon mi angolul, vagy angolul, hülye vagyok, amit magyarul tanulunk angol nyelvtan, azt itt angolul tanuljuk. Tehát semmi magyar szót nem hallok, hál' Istennek nincsen egy magyar osztálytársam se, tehát rá vagyok utalva az angolra, és nagyon jó angol tanárunk van, mivel ha megkérdezed, hogy ezt a szót te nem érted, akkor elmondja neked, hogy mit jelent, de angolul, és körülírja azokkal a szavakkal, amit te ezt értesz. Aztán durva még az is, hogy amikor bemegyek a suliba, a recepción a nő köszön nekem, hogy good morning, én visszaköszönök, hogy jó reggelt, nyilván magyarul, és akkor kérdezi tőlem, hogy hogy vagyok, hát mondom, köszi jól, és te? És elkezdi mondani nekem a dolgait, hogy mi volt tegnap vele. Aztán mondom neki, hát hogyha így állunk, akkor már én is hadd mondjam el, mi volt velem. Törődnek az emberrel, tehát nem az, mint Amerikában, hogy csak megkérdezik, hogy hogy vagy, és akkor azt mondod, hogy oké, ennyi, és csak mennek tovább. Nem. Itt teljesen más. Törődnek egymással. Aztán, ami a listámon van, az nem más, mint talán látjátok. Tehát beszéljünk egy kicsit, ja igen, a WC-kről. Nagyon fontos dolog. Otthon, Magyarországon minden egyes public, keresem a szót, nyilvános WC, azért mindig kell fizetni. Na itt rettentően ápoltak ezek a közösségi WC-k, nincsen összehányva se ezek a dolgok, tudjuk mire gondolok. Következő a listámon, ezek az árak, amik itt találhatók, a kávézókba, éttermekbe, az itteni mércéhez van állítva. Tehát mondjuk azt számoljunk úgy, hogy ha egy ember átlagba, ami így is van, keres mondjuk 20 dollárt, akkor neki egy 15 dolláros vacsora vagy ebéd, neki az nem kotja meg, de neked mondjuk, aki otthon keresi ezt a pénzt, annak már kicsit drága. Beültünk valamelyik nap a haverokkal, és néztem, hogy 13 dollár volt egy sör, ez tényleg minőségi sör, az alacsonyabbak az meg 9 dollár volt.
kivesz otthon 2700 forintért egy korsó sört. Egyébként, ha itt dolgozol, akkor meg nagyon jól lehet megélni. Tehát elképesztő, hogy milyen színvonalon élnek az emberek. Nap mint nap látom, hogy ezek a Ford Mustangok, aztán a Porsche Panamera, a Lamborghini, mik vannak még. Tehát ezek a luxus kocsikat nap mint látom a városban, hogy mennek. Tehát ez durva. Elképesztő. Meghökkentő. Amikor megérkeztünk, másnap az ismerőseinkkel elmentünk túrázni. Csodaszép volt az egész, azok a növények, amik otthon szoba növények, tehát ezek a leander, ennyit tudok, meg vannak még több ilyen növény, no, azok hatalmas nagy fák, tehát ezek a több méteresekre nőnek. Utána elmentünk a Gary Beach-re, közben itt egy... Szevasztok testvéreim! Iszonyatosan gyönyörű szép. Egyszerűen a földi paradicsom, ami ott van. De még... hideg a víz, ugye még tavasz van. Ja, még tavasz van, de hát már most mennyi? 28 fok van. Hát mi lesz a nyáron? Aztán utána elmentünk a Blue Hole-hoz, a fújójukhoz. Egy a természet. Csodálatos a természet. Ilyet hogy alakul ki? Összességében az a túra tök jó volt. Tegnap előtt a nyelvsulis haverainkmal elmentünk a SeaWorld-be. Gyönyörű szép halakat látunk, amiket a korallzálanyoknál vannak, ott feljebb, a Gold Coast fölött. Na, azok a halak ott mind megvoltak. A Senilla ott volt, a Nemo, a... hogy hívják már az apját? Mindegy, maradjunk Nemo apjánál. Azok a halak, azok mind ott voltak. Gyönyörű szép volt. Gyönyörű. Láttunk kis pingvineket. A suli csinálta ezt a rendezvényt, és 67 dollárt kellett befizetni, és 4 attraction, 4 program jár hozzá. Itt van. Ilyen kis kártya. És majd elmehetünk még az állatkertbe, a Madame Tussauds-ba, ahol vannak ezek a viasz emberek. Az ilyen híres emberkék, akiket megformálták viaszból. Na, az durva lesz. Az... Szóval összességben ennyi történt velem a héten. Ja, meg találtam kondi parkokat, street workout parkokat, iszonyatosan jól meg vannak csinálva itt, és rengeteg, minden egyes suburbbe, kerületbe van legalább 2 ilyen park. Meg a parkokat ne úgy képzeljük el, mint otthon, hogy zöld a fű, senki sem mehet rá, hanem ez olyan, hogy full kopár az egész, és mindenki azon fekszik. Az hétvégén az emberek mennek ki a parkokba, ott sütögetnek, beszélgetnek, új kapcsolatokat teremtenek. Szóval ennyi történt velem a héten. A következő videót pedig egy hét múlva töltöm fel. Addig is vigyázzatok magatokra. Hamarosan jelentkezek. Sziasztok! Ziz!